Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Mink Réka Anna vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Magyarország Európa hangja. A századvég ezen kutatás eredményeiről tartott szakmai programot Szekszárdon. Képzések érettségizetteknek. Az Ady Endre Technikum számos szakot ajánl a tanulóknak. Disznót vágtak Lengyelen. Cél a közösségépítés. Tánccal és beöltözéssel ünnepelték a farsangot. Idén is megszervezte a Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete bálját. Magyarország Európa hangja. A századvég Európa projekt kutatás eredményeiről címmel szakmai programot szervezett a Szekszárdi MCC képzési központja. A meghívott előadók Dajcs Tamás, az Európai Parlament képviselője, Hidvégi Áron a századvég elnök helyettese, Hortay Olivér, a századvég gazdasági folyamatok kutatóintézet igazgatója, és Kis Rajmond, az MCC diplomáciai műhely vezetője. A kutatás keretében 30 európai országban egy főbb demográfiai mutató szerint reprezentatív mintán mérik, hogy mik az európaiak attitűdjei, véleményei a fontosabb közéleti kérdésekben, mondta el nekünk Hortay Olivér, a századvég gazdasági folyamatok kutatóintézet igazgatója. És azt tapasztaljuk ezekben a kutatásokban, hogy a főbb témákban bár azt érezhetjük sokszor a média beszámolók alapján, hogy Magyarország egyedül marad a véleményével Európai Uniós szinten, de ez a közvélemény tekintetében nincs így. A főbb témákban, migrációban, szankciós politikában, a háborúval kapcsolatos hozzáállásban, vagy a főbb energiapolitikai, gazdaságpolitikai kérdésekben az európaiak rendre azon az állásponton vannak, amilyen álláspontot Magyarország is képvisel. Hortay Olivér két fő területe, amelyet képvisel a kutatásban, a gazdaságpolitika, illetve az energiapolitika. A kutatás energiapolitikai szempontból egyedülálló, tudnélik a korábbi adatfelvételek mind-mind megelőzték a főbb eseményeket. Hát 2021-ben, augusztusban és szeptemberben történt az adatfelvétel, az energiaválság első nagy ártüskéje októberben volt. Utána a következő adatfelvételre 2022. januárjától február 15-éig került sor, február 24-én robbant ki az orosz-ukrán konfliktus, utána volt egy adatfelvételünk 2022 őszén, amikor a szakértők a legsötétebben látták a helyzetet, tehát ez világszinten egyedülálló, hogy mi a kutatásunkban tudjuk mérni az egyes események hatásait. Ugyanígy más témákban is végeztek a szakemberek feltérképezést 30 ezer ember megkérdezésével, mint a migráció, keresztény kultúra megőrzése, a családok és gyermekek védelme, az orosz-ukrán háború és a Kínával való kapcsolat, ami kutatási eredményekről egy kerekasztal beszélgetés keretein belül kaptak információkat az egybegyűlt érdeklődők. A Tolna vármegyei SC Ady Endre Technikum és Kollégium nem csak a szakképzésben tanulóknak kínál minőségi oktatást, hanem az intézmény érettségi vagy szakmai oktatás utáni képzése is hasznos tudást adnak át a gyakorlati tapasztalat mellett. Az Ady Endre Technikum Szekszárdon több, 5 éves technikusi és 2 éves duális szakképzést is nyújt a tanulók számára. Mind a 8 ágazatban, amit a technikum tanulói elsajátíthatnak, adott a lehetőség a duális szakképzésre is. A képzésnek a két része, az ágazati alapvizsga, illetve a szakmai vizsgáról felkészülési szakasz, az megmaradt ebben a 2 éves képzésben is. Ez időben úgy oszlik meg, hogy az első fél év arról szól, hogy megtanulja a tanuló azokat az ágazati alapkészségeket, amik alkalmassá teszik őt arra, hogy a szakmát megszerezhesse, hogy a szakirányoktatást megkezdhesse. Ez a sikeres alapvizsga, ami általában az első fél év vége felé következik, ez szakmája válogatja egyébként, hogy ez most éppen december vége, vagy január közepe, január vége. Ez ugye alapfeltételét adja annak, hogy utána duális képzésbe csatlakozhasson. Így a tanulók jelentkezhetnek többek közt akár szépészeti, erős áramú elektrotechnikusi, gépgyártás technológiai, gépjármű mechatronikai, illetve informatikai szakokra. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ezek a érettség utáni képzésen résztvevő tanulók ugyanazt a szakmai színvonalat és szakmai képzést kapják meg, mint azok a technikusok, akik az 5 éves képzést töltik nálunk, hiszen a szakmai vizsgában nincsen különbség, a szakmai vizsgának az eredményeiben sem lehet különbség. Ha egy szakember, akkor az mindegy, hogy mennyi idő alatt szerezte meg ezt a végzettséget.
A diákok nagyobb része más intézményben tette le az érettségi vizsgát, azonban a korábbi technikus tanulók egy része visszatért elvégezni a duális képzést is az iskolában. Maga a képzés ugye úgy indult, hogy a fél évet bent töltöttünk az iskolába az alapvizsgáig, ott bizonyos tudást kaptunk, hogy ki tudjunk menni a gyakorlati helyekre dolgozni. Természetesen eleinte elég nehéz volt belerázódni a dolgokba, mert teljesen más szituációként dolgozni a terepen, mint bent a pad fölött megtanulni a dolgokat, de most már így egy év elteltével már önállóan is tudok munkát végezni. Az intézmény célja a jövőben is reagálni a diákok változatos igényeire és érdeklődésére, és segíteni nekik az általuk választott pályán való sikeres előrehaladásban. Most rövid híreink következnek. Megcsúszott, beton áteresznek ütközött, majd az úttest melletti füves területen állt meg egy személyautó szombat délután Pakson, a Fehérvári úton. A műszaki mentés helyszínére a paksi hivatásos tűzoltók siettek, akik áramtalanították a járművet, amelynek sofőrje nem sérült meg a baleset során. Javaslatot tehetnek Szekszárd város polgárai, közösségei, intézményei, gazdasági és egyéb szervezetei arra, hogy mi kerüljön bele Szekszárd város aranykönyvébe a 2023-as évről. A bejegyzésbe olyan események, történések kerülhetnek említésre, amik érdemesek arra, hogy megörökítsék őket. A javaslattevésre 2024. március 31-ig van lehetőség. A szekszárdi rendőrök befejezték a nyomozást annak a 27 éves helyi férfinak az ügyében, aki a múlt ősszel 8 órán belül két autó ablakát törte be a vármegye székhelyen. Az újabb kihallgatást követően a férfit őrizetbe vették, és indítványozták letartóztatását. Immáron harmadik alkalommal vágtak disznót közösen a lengyeliek. A rendezvény fejlődik, többen jelentek meg idén, mint tavaly. A disznóvágás hosszas és fárasztó munka, a 180 kilós állat feldolgozásához ezért már korán hozzáláttak. Az esemény célja a remek ételeken túl a közösségépítés és hagyományőrzés volt. A polgármester szeretné, ha minél több fiatal látogatna el ezekre a rendezvényekre, átörökíteni a hagyományos disznóvágás alapjait. Nagyon nagy szerepet adunk mi ebbe annak is, hogy közösségfejlesztés. Tehát itt a lengyelen ugye a sváb és a székely hagyományok vannak, de amikor így összejövünk, akkor lengyeliek vagyunk. Sváb és székely hagyományoknak is megfelelve kétféle káposztát készítettek. A hagyományokhoz híven székely és német, illetve sváb tölteléket készítünk. Mind a két népcsoportnál nagyon-nagyon speciálisan van ez kidolgozva. A székelyek azok levélben töltött káposztát készítenek, amit ők galuskának neveznek, a sváboknál pedig inkább gombócot szoktak készíteni vágott káposztával. A polgármester úgy érzi, az embereknek szüksége van az efféle rendezvényekre, egy jó beszélgetés is sokat számít nekik, és reméli, hogy a továbbiakban is folytatni tudják a megkezdett úton. Az állatot az esti disznótoros vacsorára és bárra váltott jegyek árából vásárolták. Azoknak, akik nem tudtak részt venni, házhoz szállították az ételt. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Bár még csak néhány éve indult, egyre nagyobb népszerűségnek örvend a gyártók és a fogyasztók körében is a kiváló minőségű élelmiszer védjegy. Védjegy használati joggal jelenleg 133 termék rendelkezik, amelyek közül 113 gyártói, 20 pedig kiskereskedelmi márkás élelmiszer. A kiváló minőségű élelmiszernél jelenleg 14 termék kategóriában 50 féle termékre lehet pályázni, azonban a termékleírások kidolgozása folyamatosan zajlik, a jövőben újabb pályázatok nyílnak majd meg. Szigorítaná a gyermekvédelmi intézmények vezetőinek kinevezését a kormány, és áttekinteni a gyermekvédelmi jogszabályokat is. Fontosnak tartják, hogy a gyermekvédelmi intézmények vezetőinek kinevezési kritériumai sokkal szigorúbbak legyenek, illetve ahol lehet, a gyermekvédelmi jogszabályok terén is az észszerű szigorítást tartanák megoldásnak. Közölte Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Kikapott a Paksi FC 4-3-ra az Zalaegerszeg elleni mérkőzésén. Az idényben eddig veretlen csapat az első félidőt 2 góllal zárta, azonban a második félidő hibái miatt az Zalaegerszegi Torna Egyesület elhúzott a hazai csapat mellett. A Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete megmozgatta a legkisebbektől egészen a felnőttekig minden tagját farsangi rendezvényükön.
Az ünnepi kavalkát szervezői programokkal, közös frissítővel és tánccal várták a megjelenteket. Az Egyesület fennállása óta minden évben megrendezi a programot, idén a Mözsi Művelődési Ház adott helyet a rendezvénynek. Hatalmas aktivitással jönnek el a farsangi bálunkra, sokszor a helyszín ugye ad egy létszámot, és olyankor sajnos le kell korlátoznunk, hogy hányan tudunk jönni, de úgy gondolom, hogy mivel a februári hónapokban az influenza elég tombol, ilyenkor mindig a végére mégis teltházzal tudunk működni, mert a pluszfők is beférnek a betegségek által. A bálon számos, izgalmas tevékenység várt a résztvevőkre, mint például frissítők kínálata, tombola, és a parkett is nyitva állt azok számára, akik szerették volna megmutatni tánctudásukat. Azonban a bál legemlékezetesebb pillanatai közé tartozott a közösségi ünneplés, amikor a jelenlevők élvezhették az együttlét varázsát. Táncolni szoktunk a gyerekekkel, felnőttekkel egyaránt, jól érezzük magunkat. Nagyon sok tombolatárgyunk van, nagyon sok főnyereményünk van, amihez köszönhető a tagoknak, mert nagyon sokat segítenek abban, hogy sok tombola nyereményünk legyen, különböző felajánlások, cégek, vállalkozók, boltok. Minden évben megrendezzük, egyre többen vagyunk, hála Istennek, jól érezzük magunkat. Nem csak a gyerekek vehettek fel különféle jelmezeket, a felnőtteknek is kijárt az ünnepi hangulatból. Nagyon szeretjük ezt a rendezvényt, mert itt a felnőttek is beöltözhetnek, meg mindenki együtt szórakozhat a gyerekekkel. Most a két picink otthon maradt, mert mi is nagy családosak vagyunk, de ők még ezt a zsongást nem nagyon bírják, úgyhogy így csak hárman jöttünk. Fontos megemlíteni, hogy az Egyesület tagjainak kemény munkája és összetartása nélkül nem valósulhatnának meg ezek a kezdeményezések, illetve a jövőbeli tervek sem. Regionális híreink következnek. Közösségi terek fejlesztése Mágocson. Közös projektindító a Baranya vármegyei önkormányzattal. Balatoni közbiztonság. 21 éve díjazzák a legjobbakat. Zsarolás. Iskolafelújítások elhalasztásával akarnak több támogatást. Megújulnak, megszépülnek Mágocson a közösségi terek. Mágosváros önkormányzata és a Baranya vármegyei önkormányzat együttműködésében megvalósul a közösségi terek revitalizációja. A település művelődési házát, a templom teret és a Dózsa köz területét érinti a fejlesztés. Az ünnepélyes projektnyitó rendezvény csütörtökön tartották. Mágocs, mint kisváros, nem csak önmagában létezik, hanem egy térség, és egy térségnek nyújt szolgáltatásokat. Ezért a kisváros lendülete áldásos a környezetében lévő kisebb településeknek is. Ezt a szerepét kiválóan betöltötte, hiszen eddig eredményesen pályázott különböző forrásokra, hangsúlyozta Hargitay János, a térség országgyűlési képviselője a projektindító ünnepségen. Mágocs ezt a szerepét be tudta tölteni. Eredményesen pályázott top forrásokra, magyar falu forrásai, GINOP forrásokra. Tehát magyarán ez a település az elmúlt 4 éve mindenre jó értelemben rámozdult, amire lehetett, és így körülbelül egy ilyen 1 milliárd, valamivel több mint 1 milliárdnyi fejlesztési forrás érkezett Mágocsra. Nem csak megpályázzák, hanem meg is tudják valósítani, az nem minden településre jellemző. És amit én nagyon fontosnak tartok, hogy nem csak állami önkormányzati források magára a településre, a kisvárosba érkeznek, hanem én azt látom, hogy a térségemben ez egy olyan centrumtelepülés, ahol a környezete, a gazdaság is fejlődik. Már hosszú távon a város önmagában nem lenne semmire, hogyha a gazdaság nem nő körülötte. Ez egy nagyon jó agrárgazdaság, agrár adottságokkal rendelkező térség, és Mágocs és Mágocs környéki agrárvállalkozók is jelentős pénzekkel gazdagodtak és valósítottak meg fejlesztéseket. Közel 250 millió forintból indulhat meg a Baranya vármegyei önkormányzat és a magyar kormány támogatásával Mágocs közösségi tereinek megújítása. Ez az egyik legnépszerűbb pályázat volt Baranya vármegyében, mondta Őri László, a Baranya vármegyei önkormányzat elnöke. Az a cél, hogy vármegyeszerte a kisebb és nagyobb települések a helyi közösségek számára minél inkább élhetőek legyenek. Itt ez egy nagyon jól összerakott pályázati kiírás, amely támogatást kapott, és amely most reményeink szerint meg fog valósulni. Ott a képeken, amit a mágocsiak készítettek, jól láthattuk azt, hogy nagyon gondos előkészítő munka előzte meg a pályázat beadását. Jól végiggondolták, hogy a Mágocs közösségi terei milyen módon fognak megújulni, milyen új funkciókat kapnak. Én gratulálok a tervezéshez és a sikeres pályázathoz.
pályázathoz, sok türelmet kívánok a megvalósításhoz. A település művelődési házát, a templomteret és a Dózsa közterületét érinti a fejlesztés, tájékoztatott a település polgármestere Bogyainé Gáltünde. A művelődési ház felújítása, a vizes blokkok már nagyon rossz állapotban vannak, és nem csak azoknak a felújítása, hanem mozgáskorlátozott bejáró és vizes blokk kialakítása is meg fog történni, illetve födémszigetelés az épületen, energetikai fejlesztés már az előző években megtörtént a művelődési közösségi terünkön, terünk épületén, és a hátsó udvarban viszont egy kisebb szabadidős tevékenységre alkalmas helyszínt fogunk kialakítani, és a belső tereinket is egy kicsit átalakítjuk. A templomtér területe új kőburkolatot kap, ahol szintén közösségi programokat lehet majd lebonyolítani. Okos eszközök, zöld terület fogadja a pihenni vágyókat. A Dózsa közben zöld terület kialakítása, parkosítás kezdődik. Ide a születendő gyermekeknek fasort kívánnak ültetni. A közeli óvoda, bölcsöde aprósága is élvezhetik a zöldövezetet, fogalmazott a polgármester. 21. alkalommal adták át a Balaton közbiztonságáért díjat, amelyet a Balatonfejlesztési Tanács közbiztonsági kabinete koordinál, és a három tóparti vármegye hivatásos állományú tagjaiból választják ki. Az idén az Alavármegyei Főkapitányság Tevékenység Irányítási Központ osztályvezetője vehette át a díjat Siófokon. A Balaton közbiztonságáért díjat 2003-ban alapították azzal a céllal, hogy elismerjék a hivatásos állomány, illetve azon önkéntesek munkáját, akik elhivatottságukkal sokat tettek azért, hogy a turisztikai régió minél biztonságosabb lehessen. Az elmúlt több mint két évtized alatt díjaztak rendőröket, tűzoltókat, polgárőröket és civileket is. A díj jelölésére a felhívást minden ősszel elkészíti a közbiztonsági kabinet, majd a beérkezett ajánlások közül választja ki a díjra a leginkább érdemeset. A Balaton régió közbiztonságáért díjban részesül Szakál Ferenc, rendőralezredes, rendőrségi tanácsos. Az Ala vármegyei rendőrfőkapitányság tevékenység irányítási központ vezetője, osztályvezetője. Szakál Ferenc 32 évvel ezelőtt kezdte szolgálatát a Balatonnál, Keszthelyen, még járőrként. Mint mondja, akkoriban még mindennaposak voltak az autólopások és bűnöző bandák fosztogatták a turistákat. Három évtized alatt azonban sikerült elérni, hogy mára a Balaton az egyik legbiztonságosabb turisztikai célpont, és örül, hogy ennek elérésében neki is oroszlán rész jutott. Nagy megtiszteltetés, hogy ezt mások is így gondolják. Tényleg tevékenyen vettem részt a Balatonparti közbiztonság szervezésében. Gyakorlatilag ennek a legnagyobb oldala, hogy megfelelő létszámú erő legyen mindig ott, ahol éppen szükséges. Ezt nem könnyű eltalálni. A rendőrség sincs olyan helyzetben, hogy létszám az korlátlanul álljon lehetősége. Ilyen soha nem is lesz. Mindig el kell találni az arányokat. Helyesen kezeljük a humán erőforrásokat, ott legyünk és akkor legyünk, amikor ránk szükség van. A Balaton közbiztonságáért díjat idáig 58 díjazott kapta meg, köztük 32 rendőr, 11 tűzoltó, 5 polgárőr, 8 mentő, vízimentő, egy meteorológus és egy civil. Tuszként használja a pécsi iskolákat a város polgármestere. Ezt mondja a vármegyei önkormányzat vezetője. Péterfi Attila így akar több pénzt megszerezni a fejlesztési forrásokból. Azonban azokat éppen a területi hátrányok felszámolására lehet fordítani, így a szegényebb települések pénze kerülne veszélybe. A TOP plusz forrásokról is tárgyaltak a baranyai képviselők a Vármegyei Közgyűlés csütörtöki ülésén. Ez az a támogatási rendszer, ahol konfliktus alakult ki. A pécsi baloldali városvezetés többet akar ebből a forrásból. Pécs városa egy szemmel jól látható keretre kapott lehetőséget, mintegy 23,9 milliárd forint értékben valósíthat meg Pécs város önkormányzata a pécsiek által helyben megfogalmazott fejlesztési igényeket. Most a napokban
értesültem arról, hogy Péterfi Attila ezt a keretet keveselli, további 9 milliárd forintot szeretne még a kormánytól fejlesztési forrásként felhasználni. A pécsi városvezető közleményben adott hangot nem tetszésének, ebben egy zsarolást is megfogalmazott, mondja a vármegyei elnök. Nagyon sajnálatosnak tartom, hogy a kormányzati forrás szerzés érdekében ebben a zsarolásnak is nevezhető folyamatban Pécs baloldali városvezetése, a pécsi iskolák köztük, a belvárosi általános iskola, a művészeti gimnázium és a nevelési központ fejlesztésének az ügyét tolja túszként maga előtt. Én nagyon bízom benne, hogy Péterfi Attila felülbírálja ezt az álláspontját, és nem akasztja meg ezeknek az iskoláknak a fejlesztési lehetőségeit. A Pécsnek ítélt majdnem 24 milliárdos pénzforrásból, mintegy 2 milliárdot az iskolák fejlesztésére lehet lehívni. Ezt nem akarja megtenni a pécsi városvezetés, amíg nem kap több pénzt. Azonban ezek a pénzek az unió kohéziós keretéből kerülnek kifizetésre. Ezeket az Európai Uniótól társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésére érkeznek ide. Könnyen belátható, hogy arányaiban az uniós átlag felét sem elérő baranyai településekre több forrásra van szükség annak érdekében, hogy az uniós átlagot megközelítően felzárkózzanak, mint az uniós fejlesztési átlag fölött lévő Pécs esetében. Tehát, hogyha egészen más, hát felborítanánk ezt a rendet, és Pécs arányaiban több forrás kapna, azzal szembe mennénk az uniós kohéziós politika alapelveivel. Vagyis a kevésbé fejlett baranyai településektől kellene elvenni a pénzt, hogy a jóval fejlettebb Pécsnek 9 milliárddal több jusson. Egyébként a területfejlesztési források elosztásáról évekkel ezelőtt döntött a baranyai önkormányzat szakmai érvek alapján, a települések fejlettségét, lélekszámát figyelembe véve. Ezt az elképzelést vitatja most a pécsi városvezetés. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Magyarország Európa hangja. A századvég ezen kutatás eredményeiről tartott szakmai programot Szekszárdon. Képzések érettségizetteknek. Az Ady Endre Technikum számos szakot ajánl a tanulóknak. Disznót vágtak Lengyelen. Cél a közösségépítés. Tánccal és beöltözéssel ünnepelték a farsangot. Idén is megszervezte a Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete bálját. Kedden szakadozott lesz a felhőzet, hosszabb, rövidebb napos időszakokra mindenhol számíthatunk. Csak szorványosan alakulhat ki kisebb eső, zápor. A keleti tájak kivételével sokfelé élénk, néhol elős lesz az északnyugati szél, 9 és 14 fok közötti maximumokra van kilátás. Friss híreinkkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!